Tél itt az eltetés, az mindig november 10-én kezdődik. Bár a télnek még nyoma sincs, november 10-én megkezdődik a téli időszámítás a Magyar Közút Nonprofit ZRT-nél. A paksi mérnökségen már készenlétben állnak a hókotrók az udvaron. A szakemberek rendbe tették és beüzemelték a speciálisan téli feladatokat ellátó munkagépeiket, téli felszereléssel látták el univerzális járműveiket, amelyeket mérnökségenként alapos ellenőrzésnek vetettek alá. Ott jártunkkor megyei téli indító tájékoztatót és gépszemlét tartottak a társszervekkel, úgy mint a katasztrófavédelemmel, a rendőrséggel, a mentőszolgálattal, a megyei védelmi bizottsággal és a hatóságokkal. Tolna megyében 24 darab kettős üzemeltetésű gépjárműt, 5 hómarót és 8 darab markolót állított hadrendbe a vállalat. Ezzel párhuzamosan, amennyiben az időjárás szükségessé teszi, akkor közel 40 lehívható gépet, ezek traktorok, hóekék, illetve üzemi gépekről szól, lehívható gépet helyezünk üzembe, hogy a közlekedés biztonságosan megtörténjen. A gépparkot a biztonságos közlekedés érdekében folyamatosan fejlesztik. Tolna megyében a Magyar Közút Nonprofit ZRT 1108 kilométeres megyei közúthálózaton látja el a téli feladatokat. A szakemberek beszéltek a téli védekezési és elhárítási munkák ütemezéséről, valamint a közlekedők számára is hasznos tanácsokat, információkat osztottak meg. A szakemberek mindenképpen arra kérik az autósokat, hogy nyári gumijukat még a tartós fagyok beállta előtt cseréljék át téli közlekedésre alkalmas abroncsokra.